Most egy különleges kártyát szeretnék bemutatni nektek. Fekete macska taró. Tudom, egy picit viccesnek tűnik, de nagyon izgalmasak a képei. Ebből fogom most egy párat megnézni. Végig fogok menni a papon, és majd megállunk, hogy lássátok, hogy milyen izgik. Hát itt a bolond lapja, ahol a macska, ugye? Mert minden képen a macska főszereplő. És hát van fehér, meg fekete macska. Fehér ugye az ártatlanság. Látjátok, megy az ösvényen, és teljesen gondtalanul nem is foglalkozik ahova, hogy beér-e a célba, vagy sem, csak élvezi az utazást. Főpapnőnk, ugye itt meditál, elpipázgat magába, teljesen csendben. Itt van a könyv is, ugye, ami a tudásról szól, a tanulásról, a befelé fordulásról. Na, következő lapunk. Itt üldögél. Hoppá, ez is főpapnő. Jaj, nem, ez a mágus volt. Látjátok, én is elnéztem. Hát ez érdekes. Szerintem lehet, hogy itt a sorszám más. Na, nézzük a kettes lapunk. Itt ücsörög, de itt is ott van a fekete-fehér madár. Tehát az egyensúly, ez nagyon-nagyon fontos. Az uralkodó nő, hát itt is ugye ül és vezeti az országot, mint ahogy a király is. Ő a főpapunk, nagy lebernyekbe eteti ugye az egereket, hogy hát olyan sok szeretet van benne, hogy még az egereket is elfogadja, nem tekinti ellenségnek. Szerető között itt táncos pár, nagy szenvedéllyel táncolnak, és hát előttük ugye az ösvényből melkészített lépcső, ami ugye messze vezethet, ebből a kapcsolatból bármi lehet. Diadal szekér a fekete-fehér róval, és lovagol rajta a macska. Az erő, tehát a kis cica megszeridítja a hatalmas oroszlánt. Már azért nagyon cuki ez az oroszlán. Remete az nagyon izgalmas, ugye, hogy megy ezen a nagyon erős sodrású folyón, és mégis ugye a kis gyertya világít. Hát, hogy nem mi vezetjük azt, ami történik, és a fény felé haladunk, ugye, hát ha önismeretre gondoltok, akkor ez egy nagyon találó lap. Szerencsekerék az itt, ugye, hogy a kerék mozog, és hát nem látjuk, hogy merre tartunk. Az igazság a mérleg serpenyőivel. Az akasztott, az nagyon tetszik. Befonta a hálóval a pók a macskát, úgyhogy nem tud mozdulni sem. Egy múmia. Hú, a halál. Hát itt a macska a halál, és aki ugye olvas a sors könyvéből, ugye eldönti, hogy kinek múlt el az ideje, és kinek nem. Hát a kiegyenlítődés, ő aztán tudja élvezni az életet, és hát rendkívül türelemmel fogadja, amíg az élet víze folyik egyik korsóból a másikba. Nézzük az ördög lapját. Hú, hát egy kis macska van, aki ugye az almával csábítgatja el többi embert. A torony, ahol esnek ki ugye a macskák, ez ugye hasonló a hagyományoshoz. A csillag is hasonló, hiszen itt is ugye öntögeti a vizet a földre és a vízbe. A hold, hát ő aztán nem fél a holdtól, látjátok, még a hold is macska fejű. És ugye örömmel fogadja, befogadja magába a hold energiát, vagyis az intuícióval összekapcsolódik. A nap egy nagy margarétába fekszenek, és játékosak. Ez nagyon-nagyon fontos, a napnál marad játékos és könnyed. Az ítélet. Hát igen, itt is kelnek föl a sírókból, és haladnak a fény felé. És akkor a világ, ami ugye egy ciklus befejezése, hogy ugye a feketéből kimászik, levedli a régi bőrt, és fehér macskaként újjá születik. És akkor itt vannak a kis arkánumokat, ezt csak így végignézzük, ugye a kehely egyes az egymásra találás, itt már ugye a közös út, az ünneplés. Itt a négyes is látjátok pozitív, egy kicsit inkább ilyen elkényelmesedett helyzetet mutat. Az ötös, hát igen, meg vannak fagyva az érzelmek, ugye ezért van hó és veszteség. A hatosnál álmodozunk a múltról, amikor még minden szép és jó volt. A hetesnél pedig ugye nagy vágyakat
illúziókat kergetünk. 8-asnál itt is megjelenik a búcsúzás, hogy a fényből a sötétség felé haladunk. 9-esnél ugye elégedetten merítünk a nagyobb korsóból, és hát a kehely 10 pedig ugye az egymásra találás, amikor ugye angyalként is egymásra találnak, tehát szellemi szinten is összhang van a két cica között. Ez mi? Ez a kehely. Hát ez az apród, igen. Jó, rájöttem közben, ez az apród, igen. Amikor a szerelem nyíla ugye a felhőkből lefelé száll, tehát új vonzalom fog ébredni. Itt ugye a kehely lovag, aki ugye kedvesen viszonyul a másik emberhez, illetve itt most cicához. Királynőnk messze néz, ugye keresi a nagyőt, de látjátok, nem uralkodik, tehát azért picit könnyedebb, mint a hagyományos királynők, de hogy az eget kutatja, tehát hogy nagyon megérzések világába merül. És a király, aki ugye itt éppen irkál, és egy pici kis aranyhalacskája van ott a akváriumban. Nagyon is magabiztosan ő csörög itt a sötétbe. Na nézzük. Hú, ez a botlap, igen, bot egy. Itt festeget éppen, új lelkesedés van. Ezért most már nem fogunk teljesen belemenni. Ugye itt az új célok, amik előre jönnek. Itt ugye a stabilitás, a különböző kihívásoknak való megfelelés. Hát itt is védeni kell magát bizony a botok hetesnél. Itt a 8-as egy új hír érkezik, és a 9-esnél itt már ugye nincs is cica, csak az egér. Valóban eltűnt a főszereplő, ott bujdokol a bokor mögött, nagyon fél. Hát igen, amikor az árnyékunktól is megijed. A bot 10, ugye a teljes lemerültség, amikor ugye fel kell töltődnünk. Itt az apród, a lovag, és a királynő, és a király. Az érme, mi ez? Nem ez kard egy, bocsánat. Húha, nagy híreket üzen ki a külvilágba, új gondolatokat. Kard 2-es, ugye a kétségek. Egyik erre akarna menni, a másik arra, de hát csak próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. Kard 3-asnál ugye esik az eső, elfordulás van, magány. Kard 4-esnél, ez nagyon jól látjátok, hogy simbe van a lábam, és hogy le van kötözve, valószínűleg megsérül, tehát nem tud rohangálni, pihenni kell a kard 4-esnél. Kard 5-ösnél itt is ugye harcolunk, kard 6-osnál próbálunk új utakat keresni, 7-esnél is új célok felé haladunk, de hát ez nem annyira épp ez a híd, úgyhogy lesz ezzel a probléma. Kar 8-asnál ugye a negatív gondolatok körbevesznek és bezárnak egy barlangba. Kard 9-esnél ugye a saját magunkkal szembenéző az ember nagyon félelmetesnek tűnhet, és ezért nem is tud kimozdulni ebből a keretből. Kard 10-esnél, hú, mennyi minden van itt, a kiáratot keresi, és valaminek a végét mutatja, hogy ugye kilép egy nehéz helyzetből. Itt az apródunk, a lovagunk, aki ugye itt is nagyon harcias. Kard királynőnk, látjátok, ő is nagyon határozott. Kard király nagyon feli a kését, vagy hát kardját pontosabban. Elég kritikus. Érme 1-es, ez nagyon cuki a delfinnel, aki ugye támogató energiát jelent az érme 1-nél. Látjátok, ilyen gyorsan megy a hajó, tehát hogy gyorsan jövő lehetőségeket mutat be. Az érme 2-es, hát itt aztán nagyon jól mutatja, hogy bizony itt nagyon kell egyensúlyozni, és még be is van kötve a szeme, hát ez egy nagyon nehéz anyagi helyzet. Érme 3-asnál ugye itt aztán kell energiát befektetni, ugye itt egy szobrot készít, tehát egy céllal eltervezett munka. Érme 4-esnél itt egy picit ugye bezárkózik, ez a negatív oldala, amikor ugye nagyon féltjük a pénzünket, ugye itt számolgatja is. Érme 5-ös, itt ugye már szinte mindent elveszített, a föld alatt van. Érme 6-os, ó, talált pénz, és tényleg egyébként itt valóban anyagi javulás van. Érme 7-esnél ugye várjuk, hogy a növényke kihajtson, sok türelem kell, ugye ezért van itt a pókháló. Érme 8-nál ugye meglévő dolgokból valami újat alkotunk, egy gyönyörű szép torta lesz.
Él meg 9-esnél, meg elengedheted magad, és csak élvezd a helyzetet, mert hogy egyébként ugye nem támadják meg, hiába úgy tűnik, mintha feszélyben lenne. Azért, mert 10-nél pedig ugye felértél a csúcsra. És akkor itt van az apród, a lovag és a királynő és a király. Hát, ha meggondoljátok, akkor ez egy elég szép lap letekintve azt, hogy cicák a főszereplők, de nagyon kifejező. Köszönöm a figyelmet!